áprilistól jelentkezhetnek a gazdálkodók a tanyavillamosítást célzó újabb pályázatokra. Ennek egyik fontos kitétele, hogy az illető életvitelszerűen éljen tanyáján. Azonban ivóvíz és szennyvíz hálózat kialakítására is kaphatnak anyagi segítséget az érintettek. Hódmezővásárhelyen és környékén több mint 50%-os a támogatottság mértéke. A vidékfejlesztési program újabb jelentős pályázati lehetőségekkel segíti a hazai gazdálkodókat. Ennek egyik markáns eleme a tanyák háztartási léptékű villamosítása, ivóvízellátása és szennyvízkezelése. A környékbeli tanyák további fejlesztését célozza egy rövidesen induló program. Minden olyan magánszemély, aki Hódmezővásárhely külterületén él, vagy a kis települések külterületén élnek, és tanyás ingatlannal rendelkeznek, ők pályázhatnak abban az esetben, hogyha a lakcímük 2016. január 1-e előtt már tanyán volt, abban az ingatlanban, ahol élnek. Természetesen szükségszerű, hogy életvitelszerűen tanyán éljenek. A felhívás egyik kiemelten fontos célkitűzése, hogy a már villamosított tanyák megújuló energiával való ellátását is szolgálja a pályázat, de megfelelő ivóvíz érdekében kútfúrásra is nyerhető támogatás. A kútfúrása mellett víztisztító berendezés telepítésére, illetve a szennyvíz hálózat kialakítására is van lehetőség. Ezen felül az ingatlanon belül, illetve az épületen kívül a szennyvíz tisztítására alkalmas házi szennyvíz tisztító műtelepítésére van lehetőség. A pályázat Hódmezővásárhely esetében 55%-os támogatási intenzitást biztosít. A pályázatokat március 31-e után lehet beadni. Érdemes minél hamarabb jelentkezni a felhívásra, mivel az első szakasz zárása május elején várható. A vidékfejlesztési program pályázatairól közvetlen információt az Agrárcentrumban vagy a Széchenyi Programirodában Benkő Zsolt területi felelőstől kaphatnak az érdeklődők.